Van itt 10 területünk. Ha bármelyikkel nem vagy rendben, kihat az életed további területeire. És minek az alapja az lenne, hogyha te egy olyan működésű ember lennél, aki jó állapotú, akkor képes lennél arra, hogy vedd közvetett módon azt az üzenetet, amit üzennek neked, hogy bizonyos helyzetekben hogy cselekedjél. Ezt úgy szokta az ember nevezni, hogy érzés. Megérezte, hogy mit kell tennie, mi a helyes. Ez úgy működik, hogy a lelked súgja ezt az információt. Tehát a legtöbb ember képes úgy működni, illetve hát mindenki képes lenne úgy működni, hogy mondjuk valamit nem tud, de tudni jó lenne, mert ha nem tudja, akkor probléma van, létrehoz valami problémát, és de gondolkodik, gondolkodik, és valami, kap egy ilyen sugallatot, és megvan a megoldás. Na most ezt, ha megnézed, onnantól, hogy valamit szeretnél, és odáig, hogy megérkezett az információ, tehát megérkezett a sugallat, általában idő telik el. Ezt az emberek gondolkodásnak mondják, és ugye azt mondják utána, amikor megvan a megoldás, hogy hú, milyen okos vagyok. Nem? Mert hogy kigondoltam ezt a dolgot. És akkor utána ennek alapján elkezd cselekedni, és be is bizonyosodik, hogy milyen jól gondolta. Na most ugye azért most megkérdezném bárkitől, hogy amit te nem tudsz, amit te nem tanultál, azt honnan tudhatod? Tehát mondok példát. Ugye ezt a példát már többször elmondtam, hogy csináltak egy olyan kísérletet egy majommal, meg egy kisgyerekkel. Egy olyan kisgyerekkel, amelyik azt a logikai játékot még sose játszotta. De természetesen a majom se. Ismeritek azt a logikai játékot, hogy ilyen gömb, ilyen valamilyen színű, és vannak különböző idomok, és azon a gömbön vannak ugyanolyan idomlukak, és egy idom csak egy lukba teltő be. És ugye megmutatták ezt a majomnak, megmutatták a gyereknek, a majom nem tudott vele mit kezdeni, mert ugye tudjuk, hogy a majom utánoz, mégse tudott vele mit kezdeni, a gyerek meg rájött arra, hogy mit kell tennie magától, és szépen az idomokat belerakta. Na most ez azt jelenti, hogy az ember képes a gondolkodásra. Tehát képes arra, hogy amit te nem tudsz, mégis egy idő után rájöjjél arra, hogy tudod. Ez most nem információ, tehát ne egy információra gondolj, hanem egy megoldásra gondolj. Tehát az egy megoldás, hogy bele kell rakni az idomokat, és ő magától belerakja. Oké? Úgyhogy nem mutatták meg neki, csak távolról, hogy belerakták. Ennyi. Jó, tehát lényeg az, hogy az ember képes arra, hogy gondolkodjon. De a gondolkodás az mi? Tehát hogy tudsz gondolkodni olyan dologban, amit nem tanultál, nem csináltál, nem láttál senkitől? Tehát null információd van róla.
nulla tudásod van róla. Nem kéne ezen elgondolkodni, hogy hogy van ez? De csak úgy kérdezem. Tehát miért nem tudják ezeket az állatok? Miért nem tudnak logikázni az állatok? Miért nem tudnak kombinálni az állatok? Miért nem tudnak kitalálni olyan dolgokat, ami addig nem is létezett? És az ember miért tud ilyet? Hát nem van bennünk egy lélek. És a lélek tudja? Lélek se tudja. Akkor honnan tudja? Tehát ugye még egyszer, szeretnél valamit, és idő mire kigondolod. Oké? Eltelik valamennyi idő, mire kigondolod. Van akinek esetleg napok telnek el, van akinek órák telnek el, van akinek percek telnek el, de van idő. Nagyon egyszerű. Van egy gondolatod, azt veszi a lelked. A lelked az agyadon keresztül felküldi ezt az információt. Majd egy okos, értelmes lény, aki pontosan tudja arra a választ, visszaküldi a lelkednek az információt. És a lelked megsúgja neked. De akkor súgja meg, ha erre vevő vagy. Ha jó állapotban vagy. Tehát ez egy ilyen viszonylag egyszerű folyamat. És minden esetben, amikor idő telik el a kettő között, akkor ez a folyamat. A lelkedtől kapod az információt. Világos ez? Na most azért ugye megkérdezném, hogy vajon, illetve mielőtt megkérdezném, mondom. Tehát az ember úgy működik, hogy ez a fajta vétel, amire az agyad képes, hogy átadja neked a gondolatokat a lelkedtől, és te venni tud, ehhez jó állapotúnak kell lenni. Tehát hiába akarsz gondolkodni, hiába akarsz logikázni, ha nem vagy jó állapotú. Tehát magyarul hiába küldik az információt a lelkednek, a lelkedre nem tudsz hallgatni, mert nem vagytok azonos hullámhoz. Szóval ez olyan, mintha van két telefon, amely más frekvencián működik, hiába akartok egymásnak telefonálni, nem fogják egymás vételét venni, illetve adását. Világos ez? Na most ugyanígy működik az ember. Na most akkor kérdezném azt, hogy hol tanulod meg azt, hogy hogyan kellene elérned azt, hogy bármit, amit szeretnél kigondolni, amiről nincs infod, nulla infod, erre képes legyél. Hol tanulod ezt meg? Hát itt igen, de rajtunk kívül. Hol? Na most eleve az ember, hogy tisztába tegyük ezt a dolgot, úgy működik, hogy egy rendkívül jól alkalmazkodó lény. És mint rendkívül jól alkalmazkodó lény, hozzá alkalmazkodik a környezetében lévő működéshez. És ha a környezetében lévő emberek rossz állapotúak, akkor szépen hozzá alkalmazkodik a rossz állapotú emberekhez. Tehát magyarul ő is rossz állapotú lesz. Na akkor kérdezem, hogy oldod meg ezt a kérdést? Régen ezt úgy oldották meg, hogy fogták és elvonultak remetének. Na most, ha elvonulnál remetének, hát mai világban lehet, hogy éhe halnál. Manapság nem divat, így van. Tehát nem ez a megoldás. Tehát
gondold végig, te jó állapotú akarnál lenni, de nincs egy olyan környezeted. Nyilván az emberek a meghatározók ebben a tekintetben is. Nincs egy olyan emberi környezeted, amely jó állapotú. És hogy akarsz jó állapotú lenni? Kérdezem azokat, akik nem tanulnak itt. De nekünk van egy olyan közösségünk, ahol ugye az emberek törekednek arra, hogy jó állapotban legyenek, és ugye vannak olyan rendezvényeink, ahol ott is törekszünk arra, hogy minél jobb állapotba kerüljenek az emberek. Na most kérdezem én azt, hogy ezt hogy oldod meg a civil életben? Tehát magyarul egy olyan világban élünk, ahol nagyon kellene okosan gondolkodni, egyre jobban, ha megnézed. Ezzel szemben az emberek egyre rosszabb állapotúak. Magyarul egyre távolabb kerülnek attól, hogy okos gondolataik támadjanak. Tehát egyszerűen nulla az okos gondolat, mert rossz állapotban vannak. De miért? Mert körülveszik magukat rossz állapotú emberekkel. Sőt, azokkal érzik jól magukat. Miért? Hát ha te rossz állapotú emberekkel jól érzed magad, akkor szeretnélek felvilágosítani arról, hogy rossz állapotú vagy. Oké? Akkor megint csak megkérdezném, hogy mit teszel ennek megoldására, hogy jó állapotú emberek környezetében legyél? Tehát milyen olyan szervezeteket tudsz, ahol rendszeresen részt tudsz venni, és jó állapotú emberek vannak? Esetleg valami vallás? Egyszer voltam egy olyan vallásnak, de egy gyülekezetnek hívták magukat, ahol ugye zenéltek is, meg énekeltek is, úgy kezdődött az egész. Majd ugye az ottani pap elkezdett beszélni, egy ilyen sportcsarnokban volt, és lejjemmel voltam. És hát voltak emberek, akik ilyen furcsa állapotba estek, tehát mitől fogta és összeesett, és a fejét a földbe így dörzsölte. Ilyen fiatal srác. Ott mellettünk pár méterre. Na most, hát nekem, én úgy látom, hogy nem ez a jó állapot. Érted? Tehát én még nem voltam olyan vallási közösségben, még vendégként sem, tehát vagy nézőként sem, ahol jó állapotúak lettek volna az emberek, érted? Sehol. Hát a bármilyen vallást megnézed, hát most nem leértékelés, csak tények. Tehát nem az a jellemző, hogy örüljünk, nem? De ezzel az a probléma, hogyha az életed nem boldog, tehát nem vagy jó állapotban, akkor nem kapsz megoldásokat a lelkedtől. És nem azért, mert a lelked mindent tud, nem, nem mindentudó, hiszen nulla tudással születtél le. De a fentiek mindentudóak. Ami azt jelenti, hogy a lelkednek van egy olyan személyes kapcsolata, tehát ugye tudjuk, hogy vannak olyanok, hogy agyhullámok, ezek mérhetőek, és van egy olyan személyes kapcsolatod egy másik lényel, de egy olyan lényel, aki
hozzánk képes felsőbbrendű, szó szerint, amelyiknek nem lehet törölve a tudása, és évmilliárdok a tudása. És nem tudsz olyan kérdezni, amire ne tudná a választ. Érted? Nem feltétlenül ad mindenre választ, mert azt mondja, hogy nézz utána a lexikonba. Vagy a Google-ba, tudod. Hanem olyanokra, amire nincs válasz. Érted? Na most, hogyha nem vagy jó állapotban, akkor ezt így fogtad, és ezt a kapcsolatot így a lelkedés közted, így elvágtad. Tehát nem azt a kapcsolatot, ami a lelked és a, én ezt úgy nevezem, teremtőd között van, nem. Hanem azt, ami közted és a lelked között van. Érted? És akkor mit csinál a lelked? Hát próbál annak ellenére súgni, hogy nem tudsz rá hallgatni. De te nem hallgatsz rá, mert rossz állapotú vagy. Ezért mit csinál? Előidéz nálad betegséget, hogy hát ha abból rájössz arra, hogy mit kellett volna másként csinálni. Vagy előidéz egy balesetet, hogy hát ha abból rájössz, hogy mit kellett volna másként csinálni. Vagy előidéz mondjuk egy helytelen működésből származó, a te helytelen működésedből származó családi problémát. Oké? Vagy előidéz a te helytelen működésedből származó anyagi problémát. Azért, hogy hát ha tanulsz belőle. Tehát hát ha vennéd azt az üzenetet, amit ő közvetítene, de te nem tudod venni. Na most kérdezem, hogyha ilyenekről nem tanulsz, úgy, hogy mi a megoldás, tehát részletesen, hogy mit kell tennem, akkor jól fogsz ezen a téren működni? Embert nem láttam, aki jól működött volna ezen a téren, úgy, hogy tudás nélkül. Pedig ugye elhangzott, hogy mennyi ember nek vittünk el valamilyen életjobbítást, vagy mennyi emberrel működtem együtt, ez elhangzott a házigazdáktól. Tehát mondom, nem tapasztaltam ilyet. De hát ugye te mégis azt gondolod, hogy nyilván most megint nem a tanulóknak mondom, akik itt tanulnak, hogy te azt gondolod, hogy te mindent tudsz. És ezekre hogy tudod tanítani a többieket? Tehát egy ember úgy működik, hogyha a környezetedben rosszul működnek az emberek, te sem fogsz soha jól működni. Világos ez? Mert alkalmazkodsz a rosszul működő környezetedben, másik, hogy úgy jársz, mint a kopasznyakú tyúk a baromfi udvarban, tudod. Hogy addig csipkednek, míg be nem pusztulsz. Szó szerint. Mert mit csinálnak azok az emberek a környezetedben, akik rossz állapotúak? Na, mész agymosásra! De ha megnézzük, mi az igazi agymosás? A média. Annál nagyobb agymosó ezen a bolygón nincs, mint a média. Mi az agymosás? Csak úgy feltenném ezt a dolgot, hogy az agymosás, hogy megtanulod, hogy kell működnöd helyesen egy életben. Hát ha te azt gondolod, hogy egy agymosás az, hogy hogy kell működni az életben, akkor te meg egy hülye barom vagy. Erre ezt tudom mondani. Hát eleve úgy működik az ember, hogy tudnunk kellene, hogy hogy kellene adott helyzetben helyesen cselekedni, nem? És ha az az ember tanul ilyeneket, hogy hogy kell helyesen működni, bármilyen élethelyzetben, az agymosáson esett át.
akkor te nagyon hülye vagy. Szóval lényeg az, hogy hogy tanulod meg ezeket? Hogy? Hol? Inkább úgy mondanám, hogy hol. Mert hogy, azt tudjuk, hogy itt, érted, itt nálunk meg lehet tanulni, de hol? Máshol. Máshol hol? Vagy mondjuk olyan dolgok, hogy oké, hogy tudsz valamit, és hogyan adod át másoknak, hogy azok ne véljék okoskodásnak? Ezt hol tanulod meg? Ne vegyék úgy, hogy na, már megint osztod az észt. És azt mondják, hogy hagyjál békén. Tehát hol tanulod meg, hogy én ezt úgy szoktam mondani, hogy ne legyél túl direkt. Mert az egy dolog, hogy tudsz dolgokat, de tudsz segíteni is. Hogy elfogadják tőled? Jó kérdés, nem? Mert nem elég, hogy az ember tud. Tehát nem elég, hogy tanulsz, teszed a dolgot, tehát ezáltal tudsz, hanem át tudod adni a tudásodat. Elfogadják mások tőled? Vagy túl direkt vagy, és adjál már, hagyjál már. Ezt mondják neked. Tehát vajon ezt hol fogják megtanítani, hogy ne legyél, hogy ne legyél túl direkt? Tehát hogyan tedd meg azt, hogy ne legyél túl direkt? Hogy mit tegyél annak érdekében, hogy ne legyél túl direkt? Írjátok föl, hogy vezetőképzőn beszéljek erről, jó? Szóval a lényeg az, hogy egy csodálatos dolgot végzünk, visszamegyünk oda, nekünk az az egyik nagyon fontos küldetésünk, hogy ezen a bolygón aranykor legyen. Az aranykor egy elnyomásmentes társadalom, ahol nincs szükség gyakorlatilag az aranykorban, tehát nem az aranykorig, az aranykorban nincs szükség arra, hogy az embereket központilag vezessék. Érted? Mert mindenki tudja a dolgát, és mindenki teszi a dolgát. Tehát egy embert nem kellene irányítani, mert az ember tudja magát irányítani, érted? Anélkül, hogy bárki irányítaná. És amikor mondjuk egy család együttműködik, vagy egy szervezet együttműködik, akkor az embereket nem kell közvetlenül felügyelni egy aranykorban, mert mindenki tudja a dolgát, hogy leülnek, megbeszélik, és mindenki teszi a dolgát felügyelet és kontroll nélkül, érted? Amikor az emberek már tudják, mi az, hogy sikerélmény, mi az, hogy eredmény, és ezáltal sikerélmény, akkor az embereket nem kell bíztatni arra, hogy dolgozz már! Egy olyan társadalmi forma, ahol nincs szükség pénzre, érted? Most egy olyan társadalomban vagyunk, ahol szükség van a pénzre, érted? Tehát szükség van. Mert a pénz egyben valamilyen szinten egy mérőeszköz is. Mérőeszköz arra, hogy milyen eredményeket tudsz létrehozni. Érted? Annak egy mérőeszköze. És aki nem hoz elég, nem tud elég pénzt teremteni, akkor ugye azzal van megmérve, hogy az eredményessége az eléggé döcög. Persze lehet olyan, hogy valaki örökölt, és örökölte azt a tevékenységet, amiből eredményeket hoz létre,
de ezeket most vegyük ki. Miért ne tudnád bebizonyítani magadnak azt, hogy te képes vagy nulláról eredményekre? Hm? Miért ne tudnád? Itt van egy olyan közösség, amely tud ebben segíteni. Vannak olyan vezetők, akik azon az úton vannak, előtted járnak azon az úton, hogy hogy kell eredményeket létrehozni. Tehát ugye nálunk mi az eredmény létrehozása kezdetben? Kezdetben, tehát hogy akarsz majd jobbá tenni, hogyan akarod az életét embereknek, ha nincs saját csapatod? Mi lenne, ha gondolkodnál olyanban, hogy létrehozni saját csapatot? És nem csak gondolkodnál, hanem esetleg tennél is ebben. Tehát amikor van házigazdám, akkor olyan személyek állnak ki házigazdáknak, akik a csapatépítés terén eredményeket értek el. Nem átlagos, hanem átlag felettit. És ugye miért jó azon kívül? Hát most gondold végig, ha a Földön ugye az a célunk, hogy aranykor legyen. Tehát mondom, az egy elnyomásmentes társadalmi forma. De ha nem lesz elég ember, aki tanul, fejlődik, akkor nem lesz aranykor. Tehát ha nem szerveznek az emberek saját csapatot, akkor csak ott kezdődik az első probléma, hogy kinek adnak át a tudást. Tehát egy csomó olyan ember tud az ember kapni a csapatában, akiknek vannak, azon kívül, hogy élnek, különböző problémáik. És tudnak nekik segíteni. Érted? Hát az aranykorban azt kell, úgy kell működnünk, hogy képesek legyünk etikusan működni. Tehát úgy cselekedni, hogy azzal ne okoz másnak olyat, amit bezzeg te nem szeretnéd, ha veled tennék. Érted? Na most, de oda el kell jutni? Hogy jutsz el oda, ha nem gyakorlod másokon? És kint tudod gyakorolni? Akkor azt mondja, hogy itt vagyok. Én szeretném ezt megvalósítani, vagy azt, vagy ezt elérni, vagy azt. Tudsz nekem ebben segíteni? Érted? És ha az csak egy probléma, akkor a probléma megoldásában tudsz segíteni. És hogy segítesz, ha nincs saját csapatod? Ja, azt gondolod, hogy a családodnak? Aha. És azok mennyire fogadnak el? Azok még úgy ismertek, hogy annyi tudásod van, mint a szomszédoknak. Nem? Úgy ismert a családod, hogy annyi tudásod van, mint nekik. Sajnos. Ugye van egy ilyen mondás, hogy senki nem lehet proféta saját hazájában. Így van. És az nem feltétlenül az országra vonatkozik, hanem az a te saját személyes környezetedre vonatkozik. Barátaidra, rokonaidra, régi ismerőseidre. Hát ugye, hogy megkérdezném, hogy mit tudom én, mondjuk a tusekéknak körülbelül hány fős csapatuk van, és megkérdeznék abból, hány embert ismertek azelőtt, mielőtt idejöttek. Akkor lehet, hogy egy kezükön nem is kellene nagyon hozzá. Két ember van ilyen, de most mutatja a tusek. Kettő. Érted? Na most, ez így működik. Nem lehet proféta senki a saját hazájában. Tehát én megnézem, hogy hány embert ismertem azelőtt, olyanokat, akik már itt tanultak. Oké? De őket sem ismertem azelőtt, mielőtt idejöttek a PPH-ba. Tehát gyakorlatilag egyetlen egy olyan tanulóm nincs, az nagyon-nagyon sokból, aki rokonom volt, vagy ismerősöm,
még azelőtt, mielőtt elkezdtem az emberekkel való foglalkozást, érted? Egy sincs. És ez nem azt jelenti, hogy neked nem lehet, nem ezt jelenti, de nekem nincs. Na most gondold bele, mit tudom én, pár évvel ezelőtt valakivel beszéltem, annak idején megkerestem még azzal, hogy életbiztosítással foglalkozom. Megkérdeztem most pár évvel ezelőtt, 11 éve ebben foglalkozok, már életbiztosítással nem foglalkozok 94 éve lejóta. Érted? És megkérdezte, hogy még életbiztosításokkal foglalkozok. Képzeld el, mit jelent a skatúja. Érted? Mondom, 94 óta nem foglalkozok azzal. Na erről ennyit. Jó? Na ezért kérdezem, hogy kinek akarsz segíteni abban, hogy legyen tudása, és ezeket a sok problémát, amit elmondtam, hogy mi, hogy fogod magadból kiszedni, segítesz kiszedni. Hm? Az embereknek van egy elképzelésük arra vonatkozóan, hogy vajon mi lehet valaminek az oka saját magával kapcsolatban. Tudod, mit tapasztalok? Hogy 10-ből 9 esetben tévednek. Nem az az ok, amit ők gondolnak. Tehát 10-ből 9 esetben azt látom, hogy tévednek. Tehát ki gondolnak valamit, hogy az ő problémájuknak mi az oka, és 10-ből 9 esetben nem úgy van. Teljesen más az ok. Na akkor kérdezem én, hogy hogy akarsz embereknek javát szolgálni? Miért kell javát szolgálni? Mert egy csodálatos dolog, tudod? Olyan dolog, amit én javaslom mindenkinek, hogy próbálja ki, jó? Próbálja ki, hogy milyen olyan csapatot létrehozni, akik tanulni és fejlődni akarnak, érted? Mert lehet, hogy te már építettél csapatot életedben, de tuti, hogy nem olyat, akik tanulni és fejlődni akarnak. Ez hód biztos. Egyetlen olyan szervezet vagyunk a Földön, amely olyan csapatot szervez, akik tanulni és fejlődni akarnak. Érted? És ebből jut arra is, hogy akár ez legyen a fő tevékenységed. Méghozzá oly módon, amit úgy hívnak, hogy passzív jövedelem. Most gondold végig, azt mondja, hogy a tusekék jöttek 7 éve, ugye azt mondták. Én 7 éve minden tandíjuk után kapok jutalékot. Az passzív jövedelem, úgy hívják. Oké? Te is, hogyha hoznál ember, és csak egy, nem azért, nem ezért hozd, én se ezért hoztam őket. Oké? Hanem ez így működik, hogyha te bárkit ide hozol tanulónak, ha nem akarod, akkor is jövedelmet kapsz utána, érted? Ennyi, így működik a rendszerünk. Ha akarod, nem veszed föl azt a jövedelmet, hát ennyi, és akkor kész. Tehát lényeg az, hogy gondold végig, hogy ezen a bolygón ahhoz, hogy aranykor legyen, kellene több mint 300 millió tanító. 300 millió. Tehát ebből a létszámból nem tudsz elképzelni magadnak egy pár százat, vagy pár ezret, vagy pár tízezret. Hm? És akkor úgy van nálunk kitalálva az egész, hogy a 75%-a a bevételnek az azoknak van szétosztva, akik a szervezésben részt vesznek. Oké? És ez, ugye ez nem innen indult, hanem ilyen 50%-ról. Tehát folyamatosan ez időnként megemelkedik. Tehát gondold végig, nem tudsz, miért nem tudsz elképzelni? 300 millióból pár százat, pár ezret, vagy pár tízezret. Ami a te, nem mindenkit te szerveztél,
Hát minden tanuló szervezhet, tehát ahány tanulód lesz, annyi szervezhet, meg annak a tanulói is szervezhet, meg annak a tanulói is szervezhet. És ez ugyanolyan, hogy ha te hozol egy tanulót, azután részesedsz. De ha nem te hozod, de a te csoportodban van, akkor is részesedsz. Érted? És ha nem tetszik neked ez a dolog, akkor is így működik. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ezért kapsz egy juttatást, mondjuk úgy, hogy cserét. Ha hozol tanulókat, vagy segítesz, mint vezető másoknak a csoportodban, hogy hozzanak tanulókat, akkor azok után is kapsz. Érted? Mint a munkahelyeken. Ha valaki dolgozik, akkor kap jövedelmet. Ha valaki főnök, akkor a csoport teljesítményéből is kap jövedelmet. Csak itt nálunk nincsenek főnökök. Meg nincs ilyen kötelesség, hogy kötelező szervezni, meg nincs olyan, hogy kötelező akár járni képzésekre, nem kötelező. Lehet interneten igénybe venni a képzéseket, csak akkor hogy fogsz oda tartozni a közösségbe? Hogy fogod azt a feltételt megcsinálnod magadnak, magaddal szemben feltétel, nem velünk szemben, hogy lehetőleg minél többet lenni olyan emberekkel, akikkel jól érzed magad? És akik nem, mondom, ha most jól érzed magad rossz állapotú emberekkel, az nagy baj. Jó állapotú emberekkel kellene jól érezned magadat. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok!